Azok a diákok, akik 60% felett tudtak teljesíteni a megmérettetésen, kiváló szakmai eredménnyel hátradőlve figyelhetik társaikat, akik előtt még vizsgál. A szakma kiváló tanulója verseny zajlott le nem olyan régen. Ez hosszú évek óta azt gondolom, hogy egyébként a szakképzésnek egy nagyon nívós versenye, és mi is, mint szakképzőiskola, nyilván igyekszünk a tanulóinkat ezen a versenyen indítani. Ez szakmánként történik, ugye ez a verseny. Ebben az évben 6 szakmában indítottuk a diákjainkat az első fordulóba. Összesen 15 diák jelentkezett, illetve az eredményeik alapján ezt a 15 diákot jelöltük arra, hogy részt vegyenek ezen a versenyen, és a résztvevők közül 7 tanuló ért el olyan eredményt, hogy az írásbeli, azaz interaktív vizsga alól ők felmentést kapnak. A 150 fiatalt oktató intézménynek vannak még jó eredményt elért tanulói, gépészet, turizmus, vendéglátás, valamint a kereskedelem ágazatban is. A szakma szerzés évében lehet indulni ebben a versenyben, és tényleg itt ez a nagyon nagy lehetőség, és ezért is vállalja sok diák ezt a plusz felkészülést, hogy hát ha a szakmai vizsgát ki tudják váltani. Ezzel a tavalyi évben is már jó eredményeket értünk el, akkor 4 tanulónknak volt ilyen eredménye, de az idén hál' Istennek ezt még tudtuk emelni. Jól felkészültek a gyerekek igazából erre a megmérettetésre. Kun János jelenleg 11 tanulóval foglalkozik, akik mind 10 és 11-esek. A Dávid ugye most végzős 11-es, és az SKTV versenyen, hát az írásbeli, ahogy mondtad, és ő kimagasló eredményt érte, az a 80-valány emberből a harmadik legjobb pontja lett, ezzel bejutott az országos előválogatóra, amin ugye gyakorlati feladat volt. Ez Esztergomban a Kéz a Fejedelem szakképző iskolában került lebonyolításra, ott 8-an versenyeztek. Hát azt nem tudjuk, hogy hányadik lett a Dávid, sajnos nem jutott be a legjobb háromba. A szerkezetlakatos szakmának van több fajtája, mely nehéz vagy könnyű rendszerekkel foglalkozik. Elég vegyes a munkapaletta, tehát itt a kerítések, korlátok, lépcsőktől kezdve egészen csarnokszerkezetekig, tehát ilyen nagyobb tartószerkezetig mindent gyártunk, javítunk, tehát mindenfélével találkozhatnak. Hogyha valakit érdekel, én azt gondolom, hogy itt azért megtalálja a számítását. Észrevehető az, hogy itt az építőipar egy kicsit stagnál, tehát ugye nekünk is nagyon sok önkormányzati megrendelés, meg céges megrendelés van, ugye mivel, hogy nincsenek pályázatok cégeknek se nagyon, az önkormányzatoknak is megvágták azért a költségvetését, azért az észrevehető, meg a lakossági megrendelésben is, ugye most volt ez az otthonteremtési támogatás, hát akkor teljesen bolondokháza volt, tehát akkor nagyon sok munkánk volt, a lakossági megrendelés, most azért észrevehető, hogy mindenki óvatosabban gazdálkodik. Kevesebb a megrendelés, igen. Nem csak az építőipari anyagoknak, beleértve a fémet is ment fel az ára, hanem a munkaerőnek és a járólékok díja is. A vállalkozó Dunaújvárosból szerzi be a megmunkálandó alapanyagokat. A fúrás, vágás pontosan, ott nekünk egy anyagról kellett lemérni a méreteket, kellett csinálnunk egy mérési jegyzőkönyvet, arra egy szabadkézi rajzot, a szakra ez szabályok megtartva. És az alapján kellett dolgoznunk, és ugye az is beletartozott a pontozásba. A gyakorlati vizsga átölelt mindent, amit az évek során elsajátítottak a fiatalok a lakatos szakmában. Körülbelül 86-an vettünk részt itt az országban, ha jól tudom. Tolnagy megyéből csak sajnos 2-en, én is az egyik csoporttársam. Nekem 84 pontom lett, azzal a negyedik helyezést értem el. A csoporttársamnak meg csak meg lett a 60%, neki meg az írásbeli vizsgát nem kellett elérnie. Szabadkai Dávid szereti a szakmáját, mert nagyon kreatív, és ebben képzeli el a jövőjét.